Andrea nem csak azoknak szeret előadást tartani a hitről, akik hívők, hanem azoknak is, akik nem azok. Előadásában az Isten kapcsolatáról beszélt. A mai előadás címe Isten kapcsolat, szenvedély, kötődés, tulajdonképpen a hit dolgairól, a kereszténység hétköznapi megéléséről fogunk beszélgetni ma este. Én remélem, hogy az előadás végén lesznek majd kérdések is. Amikor arra kérnek általában ilyen alkalmakon, hogy beszéljek Istenről, akkor ez egy nagyon nehéz kérés, mert Isten egy kibeszélhetetlen valóság, a hit pedig nagyon mély és nagyon személyes dolog. Mégis azt gondolom, hogy a tanúság tétele ereje az, hogyha megosztjuk egymással az Isten élményeinket, az életbe tudja tartani a keresztényekben a hitet, egy olyan korban is, amikor ennek hát nincs kultúrája, vagy talán nincs divatja, és amikor megerősítésre szorulunk egymástól is, arra, hogy támogassuk egymást a hitben, és hogy nehéz pillanatokban adott esetben erőt adjunk a másiknak egy közösségen belül. Isten nem strukturális változásokat hoz, hanem az egyes emberek szívét változtatja meg, és ez okoz később aztán nagy átfogó változásokat. Hát ezt próbálom meg én is ebben az előadásban, amennyire lehet személyesen megszólítani majd a közönséget, és amennyire lehet egyenként elhívni mindenkit arra, hogy a hit útján, aminek ugye a végpontja az hitünk szerint a mennyországban van, együtt menjünk tovább. A kereszténység mindenkorban örök és állandó üdvösségre vezető üzenetet hordoz. Ilyen értelemben én azt gondolom, hogy a kereszténységnek megújulásra, tehát magának az igazságnak, az igének megújulásra nincs szüksége. Isten állandó, és nincs benne a változásnak még az árnyéka sem. Mindaz, ami a Szentírásban le van írva, az élő ige, az ma is ugyanúgy igaz, a mai korokra is ugyanúgy érvényes. Mi vagyunk azok, akik azt gondoljuk, hogy mivel megváltozott körülöttünk minden, és ez a változás, ez gyors és nagyon átfogó, és egyik pillanatról a másikra szinte tényleg teljesen más léptékkel kell érnünk az életet, ezért nagyon nehezen adaptálódunk keresztényként a megváltozott világhoz. Én azt gondolom, hogy Istenbe kapaszkodva nem csak erőt, tudást, bölcsességet, hanem derűt is kapunk ahhoz, hogy a modern kor kihívásait jól vegyük, ezeket az akadályokat jól vegyük. És Carl Truman, aki egy protestáns teológus, mondta azt, hogy nem a siránkozás a keresztények feladata, hanem az, hogy minden korban megértsék a problémákat, és érvényes válaszokat adjanak rá. Én azt gondolom, hogy a keresztény válaszok azok az egyetlen érvényes igazságok minden korban, és bár sokfele keressük, és nem találjuk a jó válaszokat, vagy a jó megoldásokat, de valójában itt van a szemünk előtt, fel kell rá nyitni a tekintetünket, és vonatkoztatni kell a mai kor kihívásaira is azokat az üzeneteket, amelyek szerintem mindig igazak maradnak, hiszen Isten üzenetei mindig igazak. Ráadásul a mai kor kihívásai olyanok, ahol szerintem nem működik a dolgok korrigálása kis korrekcióval. Tehát annyira radikálisan meg kell újítani a hitünket, hogy vissza kell térnünk az origóhoz, az eredeti állapothoz. Hogyha gondunk van a világgal, meg kell vizsgálni a szívünket, hol kell még megtérnünk. Hol kell még radikálisabban követnünk Krisztust ahhoz, hogy mi magunk is só és fény lehessünk a körülöttünk élő embereknek. Béla bácsi nagyon sok jót várt az előadástól. A mai rendezvénytől azt várom, hogy az előadó a napjainkat feszegető közéleti, illetve erkölcsi kérdésekre választ kapjunk. Nagyon fontos, hogy minél szélesebb körben felnyissa az emberek szemét a körülöttünk levő valóságra, és így tudjunk cselekvőképesek maradni, illetve az egész társadalom, illetve a magyarság sorsára nézve is, a jövőre nézve perspektívát nyújtson.
Nagyon nehéz helyzetben van a keresztény világ, és nagyon nehéz helyzetben van a valódi szeretet világa. És azt gondoltunk, vagy azt gondoltam, hogy Andreának az előadása, életútja, missziója pont ezen segítene. Mindegy, hívő vagy nem hívő, keresztény vagy nem, az az ő egész magatartása és az egész missziós tevékenysége arra utal, hogy tudunk hazavinni belőle egy kicsit a mi élethelyzetünkre. Szent José María Escrivá, az Opus Dei mozgalomnak az alapítója mondta azt, hogy mindenki meg van hívva az életszentségre a hivatása által is. Tehát nem csak a papok és a szerzetesek, hanem mindannyian a saját hivatás területükön belül is lehetünk szentek. Ráadásul a keresztényeknek minden korban megvan a társadalmi feladata is. Isten nem arra hívott minket, hogy a templom falai között éljük meg a hitünket, hanem küld minket a betegekhez, a bűnösökhöz, küld minket a világban, ugye az, a mi missziós parancsunk az, hogy tegyetek tanítványom már minden népet. Tehát ki kell lépnünk a négy fal közül, a saját hivatás területünkön is, akár a két kezünkkel, a lábunkkal, a szánkkal, mindegy, meg kell vallani Istent, és ugye teremjétek a szeretet cselekedeteit, tehát mindez, a hit, a megélt hit nem ér semmit, hogyha a szívünkből, a szeretet által nem fakadnak cselekedetek. Olyan sok mindenen sopánkodunk, olyan sok minden miatt sajnálkozunk, olyan sok minden miatt vagyunk kétségbeesve, amikor azt gondolom, hogy Istenbe kapaszkodva az ima erejével és a szeretet cselekedeteivel nagyon sok mindent át tudnánk formálni a saját környezetünkben is. Az előadás a Római Katolikus Plébánia szervezésével jött létre, valamint Himmelné Ökrös Mária Magdolna közreműködésével.